Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket ezen a közös rendezésen. A Pest megyei múzeumok igazgatósága, Ferenci Múzeuma és a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös kiállításának megnyitóján. Felkérem dr. Kálnoki Gyöngyösi Márton egyetemi docenst, megyei múzeum igazgatót, Szentendre város kulturális és turisztikai vezetőjét, köszöntse vendégeinket! Köszönöm szépen, tisztelt rektor úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Ez új kezdet itt a malomnak a romszárnyában, hiszen ebben az évben számos vállalást tettünk közösen Szentendre város önkormányzatával, annak érdekében, hogy megújuljon a művészetmalom, és talán nagyképűen hangzik, de megújuljon a szentendrei képző és iparművészet is, új törekvésekkel, új kihívásokkal, új kérdésekkel, és ezekre új válaszokkal egyaránt. A malomnak az eddigi, ezévi rövid története jól mutatja, hogy a kísérletezés fázisában vagyunk. Nagyon sokszínű és nagyon különböző kiállítások megrendezésére vállalkoztunk eddig, és azt hiszem, hogy ezt a vállalkozásunkat folytattuk most is, amikor közösen társszervezetekkel együtt sor kerülhet erre a kiállítás megnyitóra. Én abban bízom, hogy ez nem egy egyedi esemény lesz, azon túl, hogy a kiállításhoz majd számos rendezvény is kapcsolódik, hagyományt is tudunk teremteni, és évről évre ehhez hasonló jellegű tárlatokon kerülhet majd sor az ifjabb nemzedék bemutatkozására. Bár azt szoktuk mondani, hogy a malom Szentendrén van, és számunkra ez a szentendreiség egy nagyon fontos érték, azonban ennek ellenére azt is szoktuk mondani, hogy nem szeretnénk csak a városfalakon belül maradni, hanem mindazt az értéket, amit Szentendre képviselt és képvisel a 20. és 21. századi magyar képző- és iparművészetben, azt szeretnénk szélesebb kontextusában elhelyezni, szélesebb kontextusban úgy, hogy a határokon, az országhatárokon kívül is, és nem csak a határon túli magyar művészekre gondolok itt, hanem általában az európai művészekre, és arra is gondolnunk kell, hogy időről időre a gyökereket is megmutassuk, egészen Nagybányáig visszamenőleg. Ebben az évben is volt már ilyen kiállításunk, és lesz is ilyen kiállításunk. Mindenkinek jó szórakozást kívánok ehhez a kiállításhoz, és mindenkitől azt kérem, hogy vigye el szerte a nagyvilágban ennek a kiállításnak, és ennek a kiállítóhelynek, a Szentendrei Művészetmalomnak a hívét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen igazgató úr köszöntőjét, és most felkérném dr. Dietz Ferenc urat, Szentendre város polgármesterét, üdvözölje az együtteket. Rektor úr, tisztelt igazgató úr, tisztelt uraim, azt szeretnék köszöntök én is mindenkit. Ha Szentendről, a városunkról beszélünk, akkor két dolog mindig megjelenik. Az egyik a régi, a hagyományok, a múltnak a tisztelete, a másik pedig a megújító képesség, a modernség. Hiszen ha egyfelől nézzük a városnak az ezer éves történetét, a múltját, a hagyományait, akkor igen büszkék lehetünk rá. A másik oldalra, ha nézzük, hogy a művészet milyen megtermékenyítő erővel hatottuk városunknak, sőt egész országnak, talán mutatnám Európának is a kultúrájára, akkor megint szintén egy nagyon fontos dologról beszélünk. Ahogy előbb utalt rá igazgató úr, több nagyszerű kiállítás volt már idén is, ami ott a művészetmalom újra megnyitásra került, majd bemutatta a múltat, bemutatta a kortárs művészetet, és mindig törekszünk arra, hogy még több lehetőséget adjunk a fiataloknak. Nem csak az ifjúsági koncepcióban leírt papírok szerint, hanem ténylegesen a valóságban. Most folyik a gátnak a megújítása, egyrészt a főtér környék a régi hagyományokat figyelte, a gátnak a megújítása pedig egy teljesen újdonság lesz, egy mobil árvízüzemi fal, és ezzel kapcsolatban pedig kiírtunk például egy pályázatot, amit az MB Légy Üdvözölve Szentendrén címmel lehet megnézni a YouTube-on, mely már az egyik legkedveltebb darab a sok közül. Úgy gondolom, hogy ezeket a lehetőségeket kell felhasználni, és ténylegesen a városnak élni kell azzal, amit a fiatalok jelentenek neki. Hiszen úgy gondolom, hogy kötelességünk és felelősségünk, hogy a szájunk próbálgatásokat segítsük. Hiszen szükség van a régi nagymesterekre, és nagy öröm mindig, hogy itt fölbukkan most is Farkas Ádám, vagy itt van mellettem Kocsis Imre, aki több mint 40 évig segítette az ifjúságot az egyetemen a tanítással, professzor emeritusként is, a városnak a friss brókbedigasa, most tüntettük ki, és nagyon jó dolog, hogy emellett viszont itt vannak a fiatalok, akiknek nagyon újszerű és dinamikus alkotásai láthatók,
nekem is több személyes kedvencem van már azokból, amiket itt láttunk. Én bízom benne, hogy ténylegesen ez egy komoly hagyomány lesz, ahogy erről az igazgató is utalt rá, hiszen sehol sem lehetne találni, gondolom, jobb helyen egy ilyen kiáltás, mint itt a városunkban, ahol a régi és az új jelen van, vagy akár itt a művészet malomban, ami egyrészt egy régi fűrészmalom volt. Magát megnézzük az épületeket, sok mindenben megmaradt a régi, de az új szára már egy teljesen újdonság van. Ez a kettősség, ami ténylegesen jelen van, és ez a kettősség, amit én is látok a műalkotásokon, hogy benne van a hagyomány, de benne van viszont egy nagyon kemény, merbevágó, profán, fiatalság, egy lendület, egy éles szín, egy éles arc, ami úgy gondolom, hogy ténylegesen szükséges ahhoz, hogyha meg akarjuk újítani a művészetet. Én nagy örömmel üdvözlök mindenkit, aki ide eljött. Nagyon jó tárlatnézést kívánok mindenkinek, és bízom benne, hogy ténylegesen a hagyományokat föl lehet építeni újra, és itt is üdvözöljük majd az 5-10, 25, majd 30 éves tárlatokat. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen polgármester úr üdvözlő szavait. Megkérem dr. König Frigyes urat, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorát, nyissa meg a kiállítást. Tisztelt polgármester úr, igazgató úr, tisztelt közönség, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, örömteli számunkra ez a nap. Ma délelőtt kezdte a Magyar Képzőművészeti Egyetem 141. tanítási évét. Ez 10 órakor kezdődött, és most ez az ünnepélyes hangulat folytatódik tovább ezen a különleges helyen. És most mindjárt így a beszéd elején köszönjük meg ezt a meghívást az intézmény részéről, öröm a számunkra. És nagyon jó látni azt, hogy egy fél évvel ezelőtt diplomát szerző hallgatók ilyen nívós helyen, mármint fiatal magyar művészek mutathatják be az alkotásaikat. 141 évvel ezelőtt kezdte el működését a Magyar Képzőművészeti Egyetem, amelynek alapvető feladata a magyar képzőművészeti kultúra megteremtése volt. Szakítani kívántak azzal a korábbi gondolattal, amely szerint a magyar tehetségek külföldre menjenek tanulni, és ennek következtében sokan nem is jöttek haza annak idején. Elődeink tisztában voltak a kultúra, a művészetek identitásképző erejével, ennek tudatában cselekedtek. Természetesen azóta nagyon megváltozott körülöttünk a világ, a kultúra és megjelenési formái szintén. Szerepe azonban nem változott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem elsőleges feladata művészeti ismeretek oktatása, azonban a képzés eredményeinek bemutatása is elengedhetetlen feladata. Igaz, régóta szokás a nyilvános évvégi bemutató és szintén a nyilvános diploma védése, valamint az egyetem kiállító termében időszakosan látható különböző pályázati vagy tematikus kiállítások. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsai kiállítóterme, a Kondor Béla Galéria, az Ebreskerti Parthenon Friesterem és a Kálvária, valamint Budapest belvárosában található Labor Galéria folyamatosan bepillantást enged a nálunk folyó munkába. Mindez mutatja, hogy komoly jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a hallgatók ne csak a munkák és a művek létrehozásában, megalkotásában képezzék magukat, hanem azok bemutatásában is rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel. Ez a sikeres pályafutáshoz is fontos tényező. A mai nap különösen örömteli a számunkra, hiszen a Pest megyei Múzeumok igazgatósága és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködése keretében a Szentendrei Művészet Malomban egy olyan kiállítás nyílik, amelyen egyetemünk valamennyi tanszéke vesz részt. A restaurátor tanszék a kiállítást kísérő programok keretében fogja képviselni magát. Tehát a festő, szobrász, grafikaszak, képgrafika és tervező grafikaszak irányában, az intermedia szak és a látványtervező szak. A kiállításon még egy tanszék munkája jelen van, és ez a képzőművészet elmélet. 3 évvel ezelőtt új szak jött létre a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, illetve Magyarországon, és ez a képzőművészet elmélet tanszék, ami a kortárs művészet elméleti és kurátori ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése célja. A tanszék hallgatói és munkatársai rendezték a most látható kiállítást. A Malomkörzés című kiállítás természetesen nem egy évvégi beszámoló, hanem egy az oktatási kerettől független válogatás, amely reflektálni kíván a kiállítási térkorábbi funkciójára is. Ez az esemény azért is jelentős számunkra,
mert megvalósulni látszik egy korábbi elképzelésünk, célunk, mégpedig az, hogy a közeljövő művészeti szakembereit, akik kommunikációs, írás és elemzőkészségüket, valamint kiállításrendezési ismereteiket olyan közegben sajátíthatják el, ahol a művek létrejönnek. Fontosnak tartjuk, hogy a kurátor hallgatók befillantást nyerhessenek a művek létrejöttébe, valamint hogy diskurzust tudjanak folytatni művészszakos diáktársaikkal. Így egymástól is sokat tudnak tanulni. Mivel természetesen nagyon sok a megvitatandó kérdés, mint például a művésznek saját korát kell kifejeznie, de hát hogy is ne fejezhetnék ki egy művész a saját korát, akarva sem tehetne másként. Kimagasló műalkotás titokzatos módon egyszer s mind el is szakad a saját századától, azaz ilyen mű a saját korában gyökeredik. De áthat minden más kort is, és ugyanúgy érkezik a kultúra egyidejű jelenségeivel. Egy másik kérdés. A művésznek a társadalmat, a közösséget kell szolgálnia? Igen, természetesen. De akkor, ha legalább a tűnődés és a megvalósítás pillanatáiban önmagával vonulha, elzárkózhat a csendirodalmába, amelyet meg kell teremteni maga körül, hogy jobban hallja az emberek eleven hangját. A művésznek személyességre, eredetiségre kell törekednie. Félje, hogy ez a törekvés pont a végét jelenti a művészetnek. Próbáljunk különbséget tenni távoli országok művészei között, akik a kor nyelvén szólnak. De hát milyen nyelven is szólnának? Igyekezetükben néha már elérik, amit már nem akarnak. Buzgalmukban, hogy különbözzenek egymástól, teljesen egyformák lesznek. Az kritikus, ironikus, politikus tartalmakon kívül milyenek lehetnek még? És természetesen még számtalan kérdés van, és ezeket felteszik és képesek megvitatni, értelmes válaszok születhetnek. Remélem azt, hogy ez a kiállítás egy ilyen eredmény. Szentendre a múltban sokszor és sokféleképpen támogatta és támogatja a művészeteket. Ez a bemutató egy új színfonttal gazdagítja ezt a törekvést, és ha ez a kiállítási koncepció folyamatosan megvalósulhatna a jövőben, tehetség és művészet, művészhallgatóink szélesebb közönség számára várhatnának ismerté. Szeretnék gratulálni munkatársainknak, a résztvevőknek, és a kiállítás tisztelete ajánlom a közönség figyelmébe. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen rektor úr megnyitó beszédét, és most a megnyitónk végén igazgató úr szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik a kiállításban közreműködtek. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani dr. König Frigyes rektor úrnak, hogy az egyetem nevében elfogadta meghívásunkat. Köszönöm az 58 kiállító művészhallgatónak és tanárainknak, hogy vállalták a részvételt. Köszönöm a kiállítás kurátorának, István Kubeának és munkatársainak, a képzőművészet elméletszakos hallgatóknak a munkájukat. Köszönettel tartozunk a kiállítás projektvezetőjének, Mély József művészettörténésznek, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatójának. Köszönettel tartozunk továbbá a koordinátoroknak, a Ferenci Múzeum részéről dr. Bodonyi Emőke és a Képzőművészeti Egyetem részéről Szoboszlai János művészettörténészeknek. Köszönet illeti a katalógus szerkesztőit, Mély Józsefet, Juhász Annát és István Kubát, illetve a valamennyi tanulmányírót. Az angol fordítás dr. Basics Beatrix művészettörténész munkája, a grafikai tervezés pedig Vörös Botont tervező grafikus hallgató munkáját dicséri. Végezetül szeretném megköszönni a kiállítás létrehozásában közreműködő valamennyi munkatársunknak és önkéntes segítőinek munkájukat. A kiállítás nem jöhetett volna létre, hogyha az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint Szentendre Város Önkormányzata nem támogatná a művészet magunkban folyó tevékenységünket. Külön köszönet értem. Örülök, hogy még látok ismerős arcokat az egykori egyetemről. Hosszú volt számomra, de nagyon tanulságos az a 40 év, amit tanítottam. 1968-tól 2008-ig. Tudom, hogy itt emberformálásról, szakmáltatástól van szó, de mindig
igyekeztem háttérbe maradni, és csak amikor láttam, hogy kezd kialakulni, hogy mit szeret csinálni, a hallgató, akkor mertem hozzászólni. Volt olyan, aki 3 hétig direkt zavart, hogyha oda mentem hozzá és szólni akartam hozzá. Ezt az ember megtapasztalja, így a személyre szóló oktatásban. Voltak, akik meg ott álltak az ajtóban minden alkalommal, amikor bementem, és várták, hogy szóljak hozzá a munkájukat. Na most ez nem minősítés, hanem a művészetoktatásnak valahogy az alapja nem lehet. A mesterséget meg lehet tanítani, a képességet valahogy ilyen apró kis mozdulatokkal, vagy nem mozdulatokkal, csak figyeléssel sokkal többre lehet segíteni, mint nem lebecsülve más szakokat, de mint katedráról előadni. Ezt nem lehet, ezt a szakmát előadni katedráról. Vannak bizonyos részei, igen, de ezt nem. Na most tovább nem is szeretnék erről beszélni, majd 4 szemközt. Követően változatlanul az évvégi bemutatókat, diplomavédésekre be szoktam menni, nagyon jól éreztem magamat. Idén is. Van egy elmaradásom, mégpedig a múzeumigazgatónak már eljutottam egy életmű kiállításom katalógusát, a polgármester úrnak is nem sikerült átadni személyesen, és most szeretném átadni. Két katalógus van benne, az egyik a saját munkásságomról szól, a másik pedig a tanszéknek a munkásságáról, ahol 16 évig voltam a tanszéknek. Köszönjük szépen tanár úr szavait! Szeretném fölhívni egy pár programra, kísérő programra a kedves jelenlévők figyelmét. Sajnos a meghívóban meghirdetett performance technikai okokból elmarad, de a zenekarok bevetésre készek, pontosabban a DJ-k. A megnyitót követően DJ Bodó fog zenélni, illetve 8 órától DJ Tatlin a lemezeknél található, illetve szeptember 16-án 4 órától, azaz vasárnap 4 órától Mélyi József fog ingyenes tárlatvezetést tartani a kiállításban. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Október 19-én pedig egy egész napos programra szeretnénk hívni Önöket. Ebben a programban tárlatvezetéseket hallgathatnak meg, illetve bemutatkozik a restaurátor tanszék és a tervező grafika szakirány is. A kiállító művészek külön kérésére szeretnénk Önöket meghívni egy pohár fröccsre és néhány pohár pogácsára. Fogyasszák őket jó ízűen. Köszönjük szépen, hogy eljöttek!